18. kerület Pesszent, Lőrinc Pesszent Imre egyéni országgyűlési képviselőjeként szólalok fel immár, tehát nem oktatásügyben és nem másban, hanem a Soroksára tervezett vegyi elosztó depó ügyében. Nagyon sok levelet, megkeresést kaptam. Bizony aggódnak a kerületiek, a 18. kerületiek, de délpesti régióban nagyon-nagyon sok megkeresést kaptam azzal kapcsolatban, hogy nincsenek garanciák az önök kormányzása alatt arra, hogy ezok a munkavédelmi, illetve környezeti szabályok, amik ma Magyarországon léteznek, azok valóban be lesznek tartva. De én azt gondolom, hogy ezek a lakosok joggal aggódnak, amikor leveleket küldenek. De még mielőtt elmondanám erről a véleményemet, azért azt érzékelni kell, hogy ha még mielőtt azzal jönnének, hogy az ellenzék nem érzékeli azt az ipari átalakulást, ami Németországot, az Európai Uniót autóipari gyártásban kényszerek közé szorítja, vagy ne érzékelnénk az energetikai függetlenségünket, amit az Európai Unió is szorgalmaz. Nagyon jól tudjuk Magyarországon, hogy a németek nekünk kiemelt stratégiai partnerünk, iparilag is, gazdaságilag is. Azt is tudjuk, hogy az autógyártásban, ahogy államtitkárról az előbb fogalmazott, a robbanó motorokat át kell váltanunk, át kell alakítani elektromossá. Tehát ezekkel teljesen tisztában vagyunk. Németország olyan nagy gazdasági partner, hogy 300 ezer ember dolgozik német vállalatoknál, csak az autóiparban 150 ezer. És igen, azt is tudjuk, hogy az Európai Uniónak van egy olyan közös célja, hogy függetlenedni kell az orosz energiától, ezért egyébként nagy árat fizetnek a németek is, a barna kőszénbányákat újra visszahozták. A lényeg, hogy Magyarországnak is ebből ki kell vonni a szerepét, tehát ki kell venni a részét, ezért felvetődik a kérdés, akkor mégis mi a probléma azokkal az akkumulátorgyárakkal, illetve elosztóval, illetve ártalmatlanítókkal, amiket önök ide hoznak. Mégpedig az, hogy nagyon erőszakosan hozzák ide, és ezt a lakosok egyértelműen leírják a leveleikben, elmondják a választópolgárok a fogadóórán, erőszakkal akarják lenyomni a lakosságnak a torkán, és bizony a másik, hogy erőszakos iparosítás történik Magyarországon. Nézzük először a környezetvédelmi terhelést. A zöld képviselő társaim elmondták sok oldalról. Én egy dologra hívnám fel a figyelmet, amire a lakosok is felhívták a figyelmet, mert ez borzolja a kedélyeket, hogy hiába mondja azt a kormány, hogy az Európai Unióval közel azonos szintű a magyar környezetvédelmi szabályozás ezen a területen, azt tapasztaljuk folyamatosan, hogy ezekben a gyárakban bagó kifizetni ezeket a pénzeket és bírságokat, és sokszor a kormány nem is tudja és nem is akarja betartatni igazából ezeket a bírságokat. Ez az oka, hogy a távol-keleti cégeknek egyébként nagyon vonzó a Magyarország. Sőt, Bátony terenyével kapcsolatban ki is mondta a kormányhivatal, az egyik állami hatóság, hogy ezek a bírságok valójában nincs visszatartó erejük, tehát itt probléma van. És még egy dolgot a környezetvédelem kapcsán. Én azt gondolom, hogy most rákapcsolt a megújuló energiaformáknak a fejlesztésére az állam, de Matolcsinak abban igaza volt, hogyha az elmúlt 10-13 évben valóban jobban foglalkoztak volna ezzel, akkor ma nem kellene ennyi mennyiségű és ilyen mennyiségű akkumulátorgyárat telepíteni Magyarországra. De az MSZP-nek, mint szociáldemokrata pártnak az egyik legnagyobb baja, hogy nem csak a környezetvédelmi szabályok nincsenek betartatva, de a munkaügyi munkavédelmi szabályok sincsenek betartatva. Nem véletlen, hogy az MSZP-nek a korábbi határozati javaslatát újra beadta a mai napon, amelyben világosan le van írva, hogy az állam és a munkáltató mellé a magyar dolgozók képviselőit is emeljék be a stratégiai partnerségi megállapodásokat megelőző tárgyalásokba, illetve ne hajthassanak végre létszámleépítést azok a vállalatok, amelyek állami támogatásokat kapnak. 2. Ne akadályozzák, sőt írják elő a szakszervezet alapítását a stratégiai partnereknél. 3. Nagyon fontosnak tartjuk, hogy joggal várható el sok milliárd forint adófizetői támogatásért cserébe, hogy a munkavállalók munkavédelmi és munkajogi biztonságot kapjanak. 4. Az MSZP úgy gondolja, és támogassák ezen határozati javaslatunkat az a cég, amely súlyosan megsérte a munkaügyi, munkaegészségügyi, munkavédelmi előírásokat, 2 évre legyen eltiltható minden Európai Uniós és magyar támogatástól. Jó sok pénzt adnak a magyarok az adófizető forintokból azért, hogy ezek a cégek ide jöjjenek. És végezetül, miért csak alacsony hozzáadott értéken szállunk be a piaci versenybe, és a termelési
lánc legaljában lépünk be folyamatosan az autógyártásban is. Ez a kérdés joggal merül fel. Az MSZP azt mondja, hogy nem így és nem ennyi akkumulátorgyárat kellene idehozni, és azt kérjük, hogy mind a környezetvédelmi, mind a munkaügyi szabályokat igenis az állam tartassa be, és ne erőszakkal nyomják le a magyar lakosságnak a torkán ezeket az akkumulátorgyárakat. Konzsófi államtitkárasszonyt illeti a szó. Köszönöm szépen a szót, tisztelt elnök úr, tisztelt országgyűlés, tisztelt képviselőasszony. Hadd kezdjem egy friss hírrel a válaszomat. Maros Sefcovic, az Európai Bizottság alelnöke nemrég a következő képpen fogalmazott. Hangsúlyozta azt, hogy a versenyképes és fenntartható akkumulátorcella gyártási értéklánc kialakításának rendkívül fontos szerepe van Európán belül. Úgy fogalmazott szó szerint, hogy az Európai Unió akkumulátorpiaca gyorsan növekszik. Az akkumulátorok iránti kereslet az elkövetkező években várhatóan drasztikusan tovább növekszik majd mind a mobilitás, mind a tárolás terén, és versenytársaink is ezt a piacot célozzák meg. Ennek kapcsán az Európai Bizottság elkötelezett amellett, hogy továbbra is egy egységes akkumulátor ökoszisztémát építsen ki Európában. Ezért hoztuk létre az Európai Akkumulátor Szövetséget, amely eddig több mint 180 milliárd eurónyi magánbefektetés elindítását segítette elő. Azt gondolom, hogy ebben az ügyben az Európai Bizottságnak és az önök európai szövetségeseinek elég egyértelmű az álláspontja. És az a helyzet, hogy korábban önök is máshogy nyilatkoztak ezzel kapcsolatban. Az elmúlt időszakban valamilyen furcsa helyzet által megváltozott az álláspontjuk. Azért arra szeretném felhívni a figyelmét képviselőasszonynak, hogy ugye 2010 előtt, 2010-ben közel 12%-os volt a munkanélküliség. Most azért azt el kell ismerni, hogy ugye rekord az, amit a foglalkoztatásban el tudtunk érni. 2008-ban mondjuk én éppen a középiskolában végeztem, és teljesen kilátástalan volt a fiataloknak a helyzete. Tehát az, hogy a hát ez szerintem ebben semmilyen vicces dolog nincsen. Azt gondolom, hogy önök minket, és pont ez itt mögöttem megérkezett volt miniszterelnöknek, az volt a szava járása, hogy el lehet menni külföldre, és de igen, ezt mondta, és az a helyzet, hogy hogy abban az időben a középiskolás egyetemisták számára mert teljesen kilátástalan volt a helyzet. Szerintem azt el kell ismerni, hogy a kormány, ez a kormány 1 millió munkahely létrehozását kitűzte célul. Az, hogy ennyi munkahelyet létrehoztunk, szerintem egy hihetetlen siker és eredmény. Természetesen az akkumulátor gyártással kapcsolatban ugyanúgy, ahogy eddig is elmondtuk, fontos az, hogy a legszigorúbb környezetvédelmi szabályokat betartsuk. Amit képviselőasszony itt elmondott, az azért sem fedi a valóságot, mert ezek Európai Uniós előírások. Vagyis itt Magyarországon az Európai Uniós környezetvédelmi előírásokat betartják és be kell tartani. És azt gondolom, hogy az a tényeknek a ferdítése, amit itt hallhatunk, és hétről hétre gyakorlatilag egy hangulatkeltés zajlik az ügyben. Azt gondolom, hogy a kérdésről beszélni kell, de az, hogy a magyar járműipar tényleg hihetetlen és nagyon hihetetlen sikereket ért el az elmúlt időszakban, és nagyon fontos az, hogy a sok több százezer ember, aki ott dolgozik, a jövőben is ott tudjon dolgozni, ahhoz bizony ebben a forradalomban, ami a technológia váltásnál zajlik, részt kell venni. És ugye a környezetvédelmi szabályokat említette képviselőasszony, hogy az akkumulátorgyártás előzetes vizsgálat köteles tevékenység. Az előzetes vizsgálati eljárás során a környezetvédelmi hatóság azt vizsgálja, hogy a tervezett tevékenység megvalósításából származhatnak-e olyan jelentős környezeti hatások, amik miatt szükséges a környezeti hatásvizsgálati eljárás lefolytatása. Amennyiben az előzetes vizsgálat során a környezetvédelmi hatóság megállapítja, hogy a tevékenység engedélyezését kizáró ok merült fel, akkor az adott tevékenység megvalósítására engedély nem adható, vagyis mind a megvalósítás előtt, mind a tevékenység folytatása közben folyamatosan ellenőrzések vannak, illetve azt követően is, miután a tevékenységet megkezdik. Azért
Szeretném azt is jelezni, hogy miközben önök ugye tüntetéseket szerveznek, azért Európán belül számos helyen fognak akkumulátorgyárat építeni. Németországban 14, és egyébként az Egyesült Államokban 40 akkumulátorgyár építését tervezik. Ismét szeretném kiemelni azt, hogy mi elkötelezett vagyunk a magyar munkahelyek megvédése érdekében, és arra kérjük képviselőasszonyt is, hogy ebben a munkában legyen a partnerünk, és az egy nagyon fontos dolog lenne, hogy Brüsszelben is, és mindenféle nemzetközi platformon a magyar érdekeket képviseljük, mert szerintem az egy nagyon nagy bánatunk, hogy a magyar baloldal ezt egyszerűen nem tartja tiszteletbe, és nem tudunk együtt közösen a nemzeti érdekkel fellépni. Én ebbe kérem a közreműködését.